30 füst és szénmonoxid érzékelő kerül a legjobb helyre is, ingyen a napokban, Cegléden és a térségben. Hogy kinek köszönhetően, arról is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Ülést tartott a bizottság, hétfőn ülést tart majd a képviselőtestület is. Nem lesz több kutya és macska a vásárokban, megjelent a tiltórendelet. És ismét lehet majd korcsolyázni, a Szabadság téren épül a jégpálya. A Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják, jó estét kívánok! Megtartotta első ülését az önkormányzat eddig megalakult egyetlen bizottsága. A Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság többmás mellett tárgyalta a Cegléd Nagy Templomi Református Egyházközség kéréséről is. Azt kérik, adja az önkormányzat ingyenesen az ő vagyonkezelésükbe a Pince Színházat, melyet a fenntartásukban működő művészeti iskola használ, és tegye lehetővé a testület, hogy a saját költségükön felújított ingatlant a jogszabályoknak megfelelő célokra bérbe is adhassák. Az ülésen elhangzott az ingatlan felértékelése és több kérdés tisztázása, szerződésbe foglalása után a testület hozhat majd erről döntést. Elkészült a képviselőtestület és szervei új működési szabályzata. Az alakuló ülésen döntött a testület arról, felülvizsgálásra szorul az SMS. Az új szabályozásról a testület dönt majd hétfőn, azonban már a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalt róla. Több más mellett ez már tartalmazza az új bizottsági struktúrát, mely szerint az eddigi 4 helyett 5 bizottság lesz. Létrejön a 7 tagú értéktárbizottság is, valamint 9 tagúra bővül a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság. Kérelemmel fordult a testülethez, így a bizottság elé is került a kérés a Cegléd Nagy Templomi Református Egyházközség. Azt kérik, hogy egy korábbi megállapodásnak megfelelően ingyenes vagyonkezelésbe megkaphassák a Kossuth téri ingatlant, amelyet leginkább mindenki Pince Színházként ismer. Az egyházközség lett a Patkós Irma Művészeti Iskola fenntartója, ez az intézmény használja az ingatlant is. A fenntartó pedig saját költségén az elmúlt hónapokban fel is újította a helyiségeket. Egy újabb kiegészítést is tettek kérésükhöz, mely szerint a felújított ingatlant, ha az a vagyonkezelésükbe kerül, bérbe is adhassák. A bizottság ülésén hosszas vita zajlott arról, engedélyezze a vagyonkezelés átadását az önkormányzat úgy, hogy bérbe kívánja majd adni az iskola. Kiderült, ha oktatási nevelési célokat szolgál a bérbeadás, ennek jogi akadálya nincs. Végül az a döntés született, az ingatlan felértékelése és több kérdés tisztázása, szerződésbe foglalása után a testület hozhat majd erről döntést. Önálló képviselői indítványról is tárgyal majd a testület. László Ágnes kéri, a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság keretéből a lakók pályázhassanak vagyonvédelmi kamerák beszerzésére is. A bizottság elnöke dr. Ferenci Norbert elmondta, ez eddig is lehetséges volt, sőt támogatott is a bizottság korábban is ilyen célt. Így a bizottságban nem kapta meg a többségi támogatást ez a kérés. Megjelent a kormányrendelet, most már tilos lesz kutyát, házi macskát vagy vadonbefogott madarat árulni vásárokon. Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kezdeményezésére született meg a rendelet, amelyet a Magyar Közlönyben közzé is tettek. Megjelent a Magyar Közlönyben az Agrárminisztérium rendelete, de szerint hamarosan tilos lesz vásárokon kutyát, házi macskát és vadonbefogott madarakat árulni. A rendelet november közepén lép életbe. A most bevezetett módosítás terve már egy éve elkészült, és az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kezdeményezésére született meg. Az eddigi szabályok úgy szóltak, kutyát árulni vásárban nem tilos, ha az állat elmúlt 8 hetes, megkapta a szükséges oltásokat és csip is volt benne. Az ellenőrzések során azonban a legtöbb esetben az derült ki, több feltételnek, vagy akár egyiknek sem feleltek meg a ketrecből, dobozokból árult kutyák. Ráadásul sok esetben akár az életükbe is kerülhetett, hogy a tűzőnapon, vagy éppen a minuszokban várták új gazdájukat. 30 füst és szénmonoxid érzékelő kerül a legjobb helyre, és ingyen a napokban a Pestvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Területi Tűzmegelőzési Bizottság jóvoltából. Az önkormányzatok és tanyagondnoki szolgálatok segítségével választották ki, hova kerüljön a nem csak hasznos, de adott esetben életet is mentő eszközökből.
engedje meg, hogy a füstérzékelő és szénmonoxidérzékelő berendezést átadjam önnek, használják egészséggel. Igen, köszönöm szépen. Ma délelőtt a Fertályos Kaszálók városrészbe érkezett Tóth István tűzoltó őrnagy és kollégája, és nem is üres kézzel. Füstérzékelőt és szénmonoxid érzékelőt adhattak át. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Területi Tűzmegelőzési Bizottság jóvoltából 30 darab füstjelző és szénmonoxid érzékelő készüléket adunk át. Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy ezek a berendezések pontosan és jól működnek, meg lehet velük előzni a lakást, tüzet, illetve megelőzik a súlyosabb baleseteket és adott esetben a haláleseteket. Az országos adatok szerint az év első 9 hónapjában 4611 lakóházat, lakókörnyezetet érintő tűzeset volt. Ezekből mindössze 15 helyen volt füstérzékelő. Pedig valóban ezek a pici eszközök is elegendőek arra, hogy akár életet is mentsenek. Ezek a berendezések alkalmasak arra, hogy a füstfejlődés olyan korai szakaszán jelezzenek, hogy az ingatlan használójának legyen lehetősége, akár még a tűz kezdeti eloltására is, de biztonságban el tudja hagyni az ingatlant, és tudja tárcsázni a 112-es segélyhívó számot. Azt nagyon fontos még elmondani, hogy gyakorlatilag a fűtés időszakát megkezdtük, a fűtés időszakában vagyunk. Nagyon fontos, hogy felülvizsgált, karbantartott tüzelőfűtő berendezésekkel történjen a tüzelés, illetőleg a hozzá csatlakoztatott égés termék elvezető berendezéseknek az éves karbantartásáról, tisztításáról semmi esetben sem feledkezzünk meg. A katasztrófa védelem kéményseprő szakemberei megrendelés esetén a magántulajdonban lévő ingatlanokon ingyen elvégzik ezt a munkát, emelte ki Tóth István. Hogy most kinek és mely helyszíneken adhattak az ingyenes eszközökből, abban az önkormányzatok és a tanyagondnokok segítettek. És mint látható, nagyon jó helyre kerültek az érzékelők. Ebben a házban volt is, de elromlott, pedig nagy hasznát vette az egész nap szorgosan dolgozó néni. Például, ha a nagy munkában megfeledkezett a tűzhelyre tett ételről. Vagy ha kicsapott a kályha füst, sőt, azonnal be tudtam írni, és kiengedtem a füstöt. Nem csak ide, Cegléd környékére vihettek a hasznos eszközökből. Több más mellett Újszilvásra is jutott a 30 füst és szénmonoxid érzékelőből. Ismét lehet majd korcsolyázni a Szabadság téren, épül a jégpálya, a szervezők nagyobb öltözői sátorral készülnek, a tervek szerint bankkártyával is lehet fizetni, és kamerákat szerelnek fel a lopások elkerüléséért, tudta meg híradónk. A jégpálya az első adventi hétvégén nyit meg. A járókelők már néhány napja láthatják, hogyan alakul a jégpálya a Szabadság téren. Az építéssel a tervek szerint jól haladnak. Ahogyan már megszokhattuk, idén is lehet korcsolyázni, az ünnepi fények pedig még hangulatosabbá teszik majd a csúszkálást. A jégpálya minden évben népszerű. Van, aki csak egyszer-kétszer, míg mások többször is kilátogatnak, hogy a közös korizással még szebbé tegyék az ünnepvárást. A pálya idén is a megszokott méretben várja a vendégeket, és kibővített öltözői sátorral is készülnek a szervezők. Lesz értékmegőrző, és akinek nincs sajátja, bérelhet korcsolyát. Az elmúlt években felmerült az igény, hogy lehessen bankkártyával is fizetni. A tervek szerint erre idén már lesz lehetőség. Fokozottan figyelnek majd a lopások elkerülésére, ezért kamerákat is szerelnek fel, tudtuk meg. A jégpálya idén is lehetőséget biztosít majd arra, hogy itt tartsák a testnevelés órák egy részét. Advent kezdetétől január elejéig, közepéig várják majd a csúszkálás szerelmeseit. Amikor az alkotó magát is elrejti művében, ezt a címet viseli az az előadás, melynek második részét mutatta be dr. Juhász István a Ceglédi Városi Könyvtárban tegnap. A teltházas előadáson több olyan magyar művészről is szó esett, akik maguk is szerepelnek egy-egy alkotásukon. Ismét megtelt a Városi Könyvtár olvasóterme tegnap dr. Juhász István vetített képes előadására. Második részéhez érkezett ugyanis az az előadás, melynek első részét októberben mutatta be az előadó, amikor az alkotó magát is elrejti művében címmel. Akkor a 16. század elejéig mutatta be a rejtett üzenetek megjelenésének módjait különböző műalkotásokban. A megjelenési formák, vagyis hogy hogyan jelennek meg az alkotók a műveiken rejtett módon, az ezt követően sem változott. Viszont az igény elég sokat változtak, és a kifejezésmódok is elég sokat változtak ezen az oldalon. Ma is elég sok művészről fogok beszélni. Valóban a 16. század elejétől, közepétől indítom, és eljutunk egészen a 20., sőt mondhatom azt, hogy a 21. századig, tehát ilyen jellegű művek is lesznek, és ami nagyon fontos, hogy ma már jó néhány magyar
alkotóról is szó lesz, olyan művekről, amelyek nagyon jól ismertek, de sokan nem gondolják, hogy bizony ott van rajtuk az alkotó. Az előadás első része a velencei nagyhármas Tiziano, Veronese és Tintorettóval ért véget. A második részben olyan alkotók szerepelnek, mint Tömás mellett Caravaggio, Goya vagy éppen Rembrandt. A tegnapi előadás különlegessége, hogy három művésznőről is szó esett. Emellett több magyar vonatkozású alkotás rejtett üzenetével is találkozhatott a közönség. Mint Munkácsi Mihály. Ugyan melyik alkotásán van rajta? Nagy meglepetés lesz egyébként. Itt most elárulom, hiszen bent vagyunk. A Golgota című képén Krisztus ő maga. Ezt sokan nem gondolják róla, bizonyíték van rá, hogy igen. Aztán Strobl Alajos, Sulek Frigyes. Jól látható helyen, nagyon sokan látták már az ő alkotásukat, és rajta vannak a saját alkotásukon, ez a budapesti Szent István szobor fönt a Halászbástyán. Dr. Juhász István 5 éve tart előadásokat a könyvtárban, bemutatói nagy népszerűségnek örvendenek. Évente 4-5 előadást tart, melynek témáiról az adott év végén előzetesen kikéri a hallgatóság véleményét, akik 10 témajavaslat közül választhatnak, melyeket hallgatnák szívesen a következő évben. Az egyik ilyen témakör Giotto freskó ciklusai. Giottónak 4 nagyon komoly kápolna freskó ciklusa van, Padovában, Assisiben, Assisi Ferenc élete, illetve van 2 freskó ciklusa Firenzében, a Santa Croce 2 kápolnájában. Legalább annyira meghatározó művésze volt a reneszánsznak, Giotto, a reneszánsz elejének, proto-reneszánsznak, mint Michelangelo a reneszánsz végének. Kell róla beszélni, mert nem szabad őt sem elfelejteni, óriási művész volt Giotto. De olyan témák közül is lehet választani, mint festményelemzés, történelmi események leképezése a képzőművészetben, vagy akár a mámor és erotika szerepe az alkotásokban. Az előadáson ezúttal is a könyvtár irodalombarátok körének tagjai közreműködtek. Tartsanak velünk a híradó után is, hiszen programajánlót követően a november 4-i megemlékezésről láthatnak hosszabb összefoglalót háttérmagazinunkban. Friss hírekkel pedig természetesen holnap este is várjuk Önöket, addig is további szép estét, jó pihenést, viszontlátásra!